170 tyúk termeli a tojást a Deméni Pálmány család biofarmján, ahol szigorúan vegyszermentesen termesztik a növényeket, és a tojások is azok. A család saját gyermekei mellett azoknak a termelőknek is szeretne példát mutatni, akik szintén hasztályi gazdálkodással foglalkoznak. Pálmány Norbertnek és feleségének Veronikának lehetősége van szabadföldi termesztésre is, amikkel már most támogatni tudják a rászorulókkal foglalkozó intézményeket. Így jutottak el az egri családok átmeneti otthonához is, ahová most 450 darab tojást vittek. Láttuk azt tehát, hogy nagyon nagy szükségük van erre, és így heti szinten tudjuk nekik biztosítani, úgy gondolom a megfelelő mennyiséget. Későbbiekben majd vegyszermentes zöldségekkel is ki fogjuk egészíteni, és nagyon örülünk, hogy tehát múltkor is egy meglepetésben volt részünk, mert ahogy megláttak minket, már a gyerekek is kiáltottak, hogy jön a tojás, tehát nagyon jó leső érzés volt. A pandémia miatt az egri családok átmeneti otthonának élete is átalakult, de most is több tucat családnak biztosítanak ideiglenes otthont, akik különböző mértékben rászorulók, az adományokat mégis egyenlő részben osztják ki közöttük. 38 férőhelyen jelenleg 10 családunk lakik, és ezt családonként, egy 10 család fogja ezt az adományt megkapni, tehát 10 egyenlő részre osztva. Hát pont nem osztható tízzel ezen a ez azért nem szokott vita lenni. A támogatásra a továbbiakban is számíthatnak az átmeneti otthonban lakók, hamarosan a bionövényekből is kaphatnak a Demini Pálmány családtól.